Elkerülhetetlennek tartom rövid távon a KRESZ-nek a kiegészítését olyan közlekedési módoknak a szabályozására, amelyek nincsenek szabályozásában jelen pillanatban a KRESZ-ben, ilyen a roller például, és meggyőződésem, hogy egy teljesen új szemléletű KRESZ-re is szükség van, igazodva az Európai Unió trendjeihez, az Európai Uniós trendekhez, illetve ahhoz, hogy megváltoztak a közlekedési szokások, megváltozott a terhelés, folyamatosan nő a gépjárművek száma Magyarországon, megjelentek új közlekedési eszközök, de ezt érintettem, és vannak meg nem válaszolt társadalmi demográfiai kihívások is, amelyeket a KRESZ-ben is le kell képezni, le kell reagálni.